A pécsike közösségi bérkerékpárrendszert, vagyis a város elektromos bringeit próbálták ki középiskolások a Kossuth téren szerterekkel. Az autómentes napon arra akarták felhívni a figyelmet a szervezők, hogy válasszunk olyan közlekedési eszközt, ami nem szennyezi a levegőt, Pécset. Erre jó megoldás a kerékpár, mondja a belváros képviselője. Ha az autót letennénk, akkor van azért lehetőség átülni más eszközökre. Én arra kérem a pécsieket, hogy tegyék ezt, ahogy itt mögöttünk a gimnazisták is, és hamarosan az óvodások is, hiszen nem csak a jövőben kell ezzel a problémával foglalkozni, hanem már most is, mert a város légszennyezettsége ősszel meghaladja az egészségügyi határértéket, és ez bizony az autósok, mi autósok produkáljuk elsősorban. Arra buzdítok mindenkit, hogy üljön buszra, üljön biciklire, sétáljon, az különösen egészséges. Tegyünk a városunkért ilyen téren is. Szeptember 22-én a pécsi közösségi közlekedést bonyolító cég autóbuszaira bárki felszállhatott. Ingyen biztosította az autómentes nap alkalmából az utazást a Tükebusz. Közben a Kossuth téren az Ökováros Ökorégió Alapítvány munkatársai népszerűsítették a kerékpáros közlekedést. Az adatok szerint 146 ezer pécsire 52 ezer fosszilis üzemanyaggal működő autó jut. A napi széndioxid kibocsátás 10%-át a rendszeres gépkocsi használat okozza a Baranyai megye székhelyen.